Jó hangulatban telt az augusztus 20 Dunaujvárosban. Visszatekintünk januárra, felidézzük a református istentiszteletet. Februárban kíváncsian néztük a Petőfi iskola svédasztalos étkeztetését, most újra felidézzük. Aki mozogna, már választhatja az Airbungee Fitness-t. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják, Dunaujváros híreivel jelentkezünk. Kérem, hogy tartsanak velünk. Tegnapi híradónkban beszámoltunk már az augusztus 20-ai ünnepség hivatalos részéről, a kenyérszentelésről. Mai összefoglalónkban egy picit körbenézünk a Szalki-szigeten, hogy ki miért jött, hogy érezte magát. Hangulatjelentés következik. Az augusztus 20-ai időjárás továbbra sem kegyelmezett, bár frontok jöttek-mentek körülöttünk, maradt a kánikula. Nos, ebben a kánikulában sokan választották a Szalki-szigetet, mint pihenőhelyet. Strandoltak, napoztak, játszottak a parton. Volt, aki játékból labdázott, és voltak, akik nagyon is komolyan vették. A délelőtt folyamán kezdődött a Szent István strand kézilabda kupa. Hetedszer rendeztük meg a Szent István kupa nevű kézilabda tornánkat. Ezt kifejezetten arra találtuk ki, hogy aki az országos bajnokságban, úgymond a profi szinten nem szeretné megmérettetni magát, annak is legyen versenyzési lehetősége, tehát ez a profiliga alatti, úgymond hobbi. 5 csapat jött el, csapatonként 10-12 fővel, minden évben, az elmúlt 7 évben körülbelül ugyanez a létszám. Az idejében a győztes a De Szépek Ese lett, akik speciál professzionális keretek között is játszanak, és most a bizonyítás vágyával jöttek versenyezni. Bajnokság után egy-két hete lett vége, szerintem tök jó lehetőség arra, hogy újra így összejöjjünk jó hangulatban, hál' Isten most az időjárás is nekünk kedvezett, újra vidáman itt sportoljunk egy kicsit. Hadd kérdezzem meg, hogy ennek az aranyéremnek van súlya? Igen, tavalyi évben nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, és akkor most szerettünk volna egy magunknak is, meg akik kilátogattak és nekünk szurkoltak bizonyítani, hogy akkor idén jobban fogunk teljesíteni, és akkor így most nagyon örülünk, hogy sikerült, és akkor mi visszük haza ezt a kis kupát. Amihez természetesen csak gratulálni tudunk. A sziget másik felében a gyerekek játszottak, volt nekik arcfestés, henna, kézműves foglalkozás, ugrálóvár. Délután Polgár Lilla és Farkas Erik mesélt és énekelt, illetve tartott egy állati partit. A délután folyamán egyre többen érkeztek a szigetre, és megkérdeztük, hogy ki miért. Hát mert augusztus 20-án mindig jönni szoktunk, mert engem érdekel a 20-ai ünnepség. Sok éve Dunapendelén születtem, tehát ide való vagyok, és én minden alkalommal, akárhol tartják, erre eljövök. Szóval a mai naphoz? Hát a mai nap az meleg, ilyen meleg még sose volt, most én így nem tudok mondani semmit, mert lejöttünk, olyan meleg volt, a 24-essel nagy nehezen leértünk, és még most megyünk egy nagy körre. Most csináljuk a körutat. Talán ezért is irigylésre méltó az idősebb korosztály, ahogy Terézia is mondta, mi mindig jól érezzük magunkat, szóval a félig telepohár effektussal. Így tényleg sokkal könnyebb minden. És akkor nézzük még a vendégeket, és kiderül, hogy azért vannak ám, akik csak félig civilben érkeztek az ünnepségre. A nagyvenyimről érkeztem, és azért jöttem, hogy a kenyérszentelést megnézzem itt Dunaujvárosban, ugyanis a Református Egyház presbitere vagyok, és támogatom a lelkészünket azzal, hogy itt vagyok, és meghallgatom, amit készül majd mondani kenyérszenteléskor. Az ön számára egyébként mit jelent ez a nap? Hát a magyarság kezdetét. És ha belegondolunk, tényleg óriási dolog, hogy otthonunk, hazánk, saját országunk van. A történelem során is sokan és sokat tettek ezért. Voltak, akik életüket is adták. Meg kell becsülnünk. És akkor vissza az augusztális tömegéhez. Ha a budai Kerekes Juditról azt mondtuk, hogy félig dolgozni jött a szigetre, akkor Slett Ferencről nyugodtan állíthatjuk, hogy tényleg a meló szólította a rendezvényre. Slett Ferenc az, aki minden dunaujvárosi nagy rendezvény egészségügyi biztosítását látja el. Ott van mindenhol a háttérben. Nekünk és értünk dolgozik. És vajon tényleg annyira kell a feladatra koncentrálni? Igen, valamennyire szórakozás, de természetesen az elsődleges az a munka ilyenkor, hisz nagyon sokszor felelősségünk van, több ezer ember vesz részt az ilyen rendezvényeken. Ugye nagy rendezvényeket is biztosítunk, tehát volt
fesztiválok, különböző nagy zenés-táncos rendezvények, ahol ugye helyet kell állnunk. És ha már erről beszélünk, egy rendezvény biztosító mentős szemével, vajon mi dunajvárosiak milyen közönség vagyunk? Így mulat a magyar, szokták volt mondani. Ugye az alkohol azért az mindig szerepet játszik a rendezvények biztosítása során, mindig előkerül. Én azt gondolom, hogy a mértékletesség az nagyon fontos, és erre szeretném is felhívni mindenkinek a figyelmét, hiszen nem feltétlenül jó az, hogyha az ember nem emlékszik arra, hogy milyen rendezvényen volt. Egyébként Dunaújváros és környékén azt gondolom, hogy kultúráltan tudnak viselkedni az emberek. Vannak kivételek, de én azt gondolom, hogy ügyesek vagyunk ezen a fronton. És akkor mondjuk úgy, hogy ezen a fronton is. Ez volt tehát Magyarország születésnapja a Dunaújvárosban. Isten éltessen bennünket! Érdekes azt látni, hogy mely összeállítások vagy témák ragadják meg egy-egy hónapban nézőink figyelmét. Ezekből válogatunk most. Januárban beszámoltunk egy nem mindennapi eseményről. Az MTVA csapata látogatott el a református templomba, innen közvetítették a 2023-as esztendő utolsó istentiszteletét. Viszonylag ritka, hogy Dunaújváros szerepet kapjon az országos hírekben, de vannak persze kivételek. Például a 2023-as esztendő végén az MTVA munkatársai látogattak el a városba. A református templomból közvetítették az esztendő utolsó istentiszteletét. Az ide látogató szakemberek is örültek a találkozásnak. Nagyon örültünk, hogy eljutottunk Dunaújvárosba, és innét is közvetíthetünk. Innét nem volt még Duna TV-s közvetítés, úgyhogy nagy szeretettel vagyunk itt, és várjuk azt, hogy együtt ünnepelhessük ezt a vasárnapot és az új búcsúztatást az itteni gyülekezettel, hívekkel és dunaújvárosiakkal. Ez egy nem mindennapi esemény volt a hívők és a templom életében is. Bár a kamerák jelenléte, akár általunk is, nem ritka létesítményben. De hogy ekkora figyelem övezzen egy-egy jeles alkalmat, azért az nagy szó. Ceglidi Péter Pál, református lelkipásztor is megszólalt az esemény kapcsán. Nekem azt gondolom, hogy azért fontos, mert ez egy ritka alkalom, lehetőség egy lelkész életében, hogy a köztévében, vagy egyáltalán egy országos lefedettségű tévében beszélhet, és azt gondolom, hogy a Duna TV-nek a 11-es istentisztelete az tulajdonképpen a legnagyobb eléréssel rendelkezik. Éppen beszélgetünk itt a műsor készítőivel, hogy kb. 100 000 ember fogja nézni ezt az istentiszteletet. Ez önmagában egy óriási lehetőség. Nem nekem, hanem magának, azt gondolom, az evangéliumnak, ami eljuthat az emberekhez, elvégezheti a munkáját, és egy nagyon izgalmas érzés ebben az egészben eszköznek lenni az Isten kezében. Ahogy az a felvételeken is látható volt, nagyon sokan gyűltek össze a templomban. Ábrahám János hangsúlyozta, ezek az emberek nem a felvétel miatt látogattak el ide. Aktív a közösség. A gyülekezetünk 1907-ben alakult meg. Nyilván előtte is voltak már reformátusok ezen a területen, de hol elköltöztek, a háborúk és a különböző történelmi események során ez változott, de 1907-ben lett végül is itt hivatalosan református gyülekezet, de 1952-től lett állandó lelkipásztora a gyülekezetnek Kassai Sándor lelkipásztor végzős teológus személyében, és hát azóta intenzíven éljük a gyülekezeti életet. Most jelenleg körülbelül a templomot látogató száma az, akik megfordulnak a templomban, 200 fő körüli. Az istentiszteletet végül a Duna TV közvetítette. Januárban az erről szóló összeállításunk érdekelt sokakat. Reméljük az érintettek most is jó szívvel gondolnak vissza erre az eseményre. Látjuk és tapasztaljuk, hogy nézőink egy-egy általunk készített beszámolót nagyobb tetszéssel, illetve nézettséggel követnek. Ezért időnként vissza fogunk térni ezekre az eseményekre, felelevenítjük a közelmúlt érdekes vagy éppen fontos történéseit. Tehát még februárban számoltunk be arról, hogy a Hungest által üzemeltetett intézményekben bevezették a szabad szedéses menza projektet, azaz a svédasztalos étkeztetést a Petőfi iskolában is. Februárban sokan voltak kíváncsiak arra, hogy a Petőfi iskolában már svédasztalos formában ebédelnek a gyerekek. Talán sokak előtt ott van a kép, hogy az iskolai ebédeltetés valahogy teljesen másként néz ki, és picit fura látni, hogy apróságok éppen szedik maguknak a főtt krumplit vagy a paradicsomos húsgombócot. Annyit, amennyit vélhetően megesznek. És persze ezt is meg kell tanulni, magát az ételszedést, meg azt is, hogy annyit szedjenek, amennyire szükségük van.
Az önkormányzat kötelező feladata az étkeztetés a közintézményekben. Fontos kérdés annak minden részlete. Pintér Tamás polgármester személyesen is megnézte, hogy hogyan működik ez a rendszer. Itt vagyunk most a Petőfi iskolában, és a Hungasznak köszönhetően egy újfajta étkezést tudnak megpróbálni a gyermekek, és alkalmazni most már egy pár hónapja, amely egy olyan svédasztalos lehetőséget takar, amely egy úgynevezett szabadszedési módszerrel a gyermekek önállóan azt az ételmennyiséget és azt a fajta ételt tudják kiválasztani, ami számukra a legízletesebbnek tűnő, illetve amit a legszívesebben is szeretnének elfogyasztani. Úgy tűnik, hogy működik ez a rendszer, hiszen a kezdeti bizonytalanságot hamar letudták a gyerekek, és érezhetően lecsökken az az ételmennyiség, ami a kukába kerül. A közétkeztetést biztosító Hungasz csoport is úgy gondolja, hogy érdemes volt változtatni. Azt talán mondanom sem kell, hogy úgy a fogyasztók, mint gyermekek, a szüleik és a pedagógusok körében is elsőkről sikere volt a dolognak, de minket természetesen ezen túlmenően is érdekeltek a fogyasztási szokások, mivel tudjuk még jobban, még könnyedebbé tenni ezt a tálalási formát. Éppen a minap említette az egyik intézményvezető asszony, hogy eleinte azt hitte, hogy a kicsiknek nehezebb lesz, nehezebb dolga lesz, de aztán két, legfeljebb három hét alatt nagyon gyorsan ügyesedtek az eszközhasználat terén. Egyébként szükségünk van továbbra is a pedagógusoknak a támogatására, a pedagógusoknak a edukációs segítségére, hiszen a gyermekeket bátorítani a szedésre, valamint arra, hogy valóban annyit szedjenek csak, amit egyszerre úgy gondolnak, hogy el tudnak fogyasztani, akár többször. Ebben nagy segítségünkre vannak, ezt igényeljük is a jövőben is, tehát megkérdőjelezhetetlen a pedagógusoknak a segítő szerepe ebben a tálalási formában. Az elmondottak és a látottak alapján mindenki elégedett a svédasztalos étkeztetéssel, bevált és működik. Sikersztori egyértelműen, mindenki elégedettségére szolgáltatunk. Azon dolgozunk egyébként, hogy ez minél szélesebb körű kiterjesztettséget kaphasson, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez az egyetlen járható út a mai magyar gyermek- és diákétkeztetésben. A svéd azt a lényege, hogy eltűnik a maradék. Azok az intézmények, ahol ez a rendszer működik, elérték, hogy az étel maradék mennyisége majdnem a felére csökkent, mivel így meg lehet tanítani a gyerekeket arra, hogy ne pazaroljanak, mindig csak annyit szedjenek, amennyi ételt valóban meg tudnak enni. Március óta városunkban is elérhető az úgynevezett Air Bungee Fitness. Egy heveder és egy gumikötél segítségével igazán látványos és egyedülálló edzéseket lehet végezni, amit nem mellesleg mindenkinek ajánlanak, még azoknak is, akik ízületi problémával vagy esetleg túlsúllyal szenvednek. Könnyedén ugranak az Air Bungee Fitness óra résztvevői a magasba, vagy éppen engedik hátra magukat anélkül, hogy esés lenne a vége. A plafonra rögzített gumikötél és a heveder segítségével biztonságosan végezhetőek a gyakorlatok. Az egyedülálló mozgásforma tavasz óta színesíti a Dunaújvárosban elérhető edzések palettáját, Dóci Zsuzsa jóvoltából. Ebben megláttam a potenciált, hogy egyrészt ilyen még nincs a városban, és nagyon sokszor találkoztam ezekkel a videókkal, akár a Facebookon, akár más közösségi felületen az interneten, YouTube-on, bárhol szembe jött velem, és úgy mindig izgatta a fantáziámat, hogy úristen, ez mennyire jó lehet, azon kívül, hogy ugye van sportértéke, egy olyan különlegesség, ami gyakorlatilag az edzés elejétől a végéig egy élvezetet ad, ami azt jelenti, hogy egy percig sem unatkozunk, egy percig sem érezzük azt, hogy mi egy valamilyen komoly edzést végzünk. Én azt el tudom mondani a vendégekről, akik rendszeresen járnak, hogy soha nem mondták azt, hogy úgy jöttek volna az edzésről, hogy úristen, már megint kell jönni, vagy ez egy kötelezettség lenne, vagy egy olyan dolog, amit így gyorsan le kell tudni, mert kell, és muszáj, és szükségünk van rá, és azért kipipáljuk. Ez egy tényleg egy olyan mozgásforma, ami maximálisan élvezhető az első pillanattól az utolsóig. Ahogy a felvételeken is látszik, még az egészen nehéz gyakorlatokat is könnyedén végzik el a résztvevők. Dóci Zsuzsa szerint ez nem azt jelenti, hogy nem annyira hatékony az edzés, mint a saját testsúlya végeznék gumikötél nélkül. Az Air Bungee Fitness-t mindenki kipróbálhatja, még azok is, akik ízületi problémával vagy túlsúllyal küzdenek. Ez a mozgásforma elősegíti a fogyást és az izmok növekedését, és mindezt kitűnő hangulatú edzéseken érhetik el a résztvevők. Rengeteg gyakorlatot lehet végezni, erősítő kardio gyakorlatot.
gyakorlatokat vegyesen, már magát a bemelegítést is úgy végezzük, hogy be vagyunk kötve a gumira, és nagyon sok olyan ugráló gyakorlat van benne, ami színesíti ugye magát az edzéseket, de az igazi nagy előnye ennek az, hogy rengeteg olyan gyakorlat van, amit mondjuk saját testsúlyjal valaki nem tud elvégezni, vagy a testsúlya miatt, vagy azért, mert nem annyira edzett, vagy izületi problémái vannak esetleg, és itt ugye nem úgy csapódik be a talajba egy ugrálás, egy szögdelés után, mint saját testsúlyjal. Nem túlzott az edző, amikor azt mondta, hogy az Urban G Fitness órák különleges élményt nyújtanak. Azért szeretem, mert egyrészt fantasztikus, másrészt azért, mert végre találtam egy olyan sportot, ami nem az a unalmas, monoton, ez a szenvedős, amit már várok a végén, hogy vége legyen, hanem tényleg az edzések során mindenki szerintem jól érzi magát, nagyon felszabadult, és azon kívül, hogy azért az izmainkat edzük, azt szerintem elmondhatom, hogy nagyon felszabadító az az Urban G, mert néhány gyakorlat során én például, de szerintem ez is közös, hogy szóval úgy érezzük, mintha repülnénk, vagy a felhőkön ugrálnánk, és ez teljesen, tehát nagyon jó érzés. Aki szeretné kipróbálni ezt a mozgásformát, az az Urban G Fitness Dunaújváros Facebook csoportban jelentkezhet. Fontos a bejelentkezés, mert a létszám korlátozott. Elkészült a futszálosok sorsolása, ezek szerint Sárbogárdon kezdi majd Érden zárja az MB2-es pontvadászat nyugati csoportjának következő szezonját a Dunaújvárosi futszálcsapat. Az előző idényben a 7. helyen fejezte be a bajnokságot a futszálcsapat, és futszálosaink az idén is a másodosztály nyugati csoportjába kaptak besorolást, ahol a fővárosi Energy FC, az Asterix Érd, az Elte Beac, a Biatorbágyi Mad Dogs futszál, a Nagykanizsa, a PTE Peac, a Sárbogár, a Tihanyi FC, illetve a Tolna Mözs lesz az ellenfelük. A Magyar Labdarúgó Szövetségben már elkészítették a bajnoki sorsolást is, melyből megtudhattuk, hogy együttesünkre összesen 18 összecsapás vár az alapszakaszban, amelynek küzdelmeit a Sárbogárd vendégeként kezdik meg a miénk, méghozzá szeptember 16-án az első hazai meccsre sem kell már sokat várni, ugyanis szeptember 23-án a Tihany együttesét fogadják futszálosaink a Rácalmási sportcsarnokban, míg az alapszakasz utolsó találkozóját az Asterix Érd vendégeként játszol együttesünk 2025. március 3-án. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb is várjuk Önöket. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.